Igazi program kavalkádvár ránk május 27-én Mosonmagyaróváron. Ezen a napon nem csak a Városi Gyereknapot, az EOF fákja futást, valamint a béketúrát rendezik meg, hanem ezen a délutánon érkezik meg a Pannonia Carnuntumrali népes mezőnye is a Magyar utcára. A hagyományos és igen népszerű viadalt idén már 15. alkalommal hirdették meg, amelyre a jelentkezők száma évről évre rekordokat dönt. Wir haben heuer das größte Starterfeld, das es in Österreich oder auch in Ungarn vermutlich jemals gegeben hat. Az idei esztendő nem csak a 15 éves jubileum miatt érdekes, hanem azért is, mert soha ilyen nagy arányú érdeklődést még nem láttak, mint 2017-ben. Több mint 350 csapat jelentkezett a rallira, ám a szervezők korábban a létszámot 250-re maximalizálták logisztikai szempontok alapján. Ennek ellenére sem tudtak mindenkinek nemet mondani, így idén 284 csapat fog rajtozálni a túrán. Ausztriában az első számú, Európában pedig a második legnagyobb ilyen rendezvény a Carnuntum Rally, amelynek idén kicsit változott az útvonala, hiszen a korábbi támogató kiszállásával már Győrt nem érinti a túra. Ugyanakkor ennek köszönhetően a Porsche csatlakozott a rendezvényhez, így több mint 60 ilyen típusú sportautót is láthatunk majd a városban. Nem véletlenül talán a legnépszerűbb megálló ez a Mosonmagyaróvári. A mosonmagyaróváriak ezzel bizonyítják, hogy amennyire szeretik a ralli résztvevői a saját autóikat, ugye a mosonmagyaróváriak ugyanúgy szeretik őket, tehát akik elhozzák ezt ide nekünk látványosságként, és amikor a jó idő is megtisztel minket, akkor tényleg százak, most nem mondom, hogy ezrek, de még az is elképzelhető, csodálkoznak rá azokra az autócsodákra, amit valóban egyébként halandó ember nap mint nap nyilván ilyen tömegben és egyébként ilyen módon nem láthat. A szervezők elárulták, a mosonmagyaróvári helyszín mindenki számára különleges, sőt a résztvevők is alig várják, hogy újra bemutatkozhassanak a városban. Folyamatos e-mailekkel bombázzák a Hannesékat, tehát a központi irodát, hogy a Mosonmagyaróvár lesz-e, tehát már amikor vége van a rendezőnek, már a következő hetekben megy, hogy jövőre is lesz a Mosonmagyaróvár az utódalban. És azt hiszem, hogy amit polgármester mondott, hogy nekünk ez a legfontosabb a városnak, hogy tényleg egy olyan pillanat, ami nagyon sok, tényleg, hogy ez most 100 vagy 1000, nem tudni, hogy hány olyan érdeklődő van, akinek ez a szíve csücskében van az öreg autók, az oldtimerek, de az biztos, hogy talán ti is találkoztatok ilyen emberekkel, akik már folyamatosan kérdezik a következőt, hogy lesz jövőre, és lesz, biztos lesz. A Pannonia Carnuntum Rally tehát május 27-én érkezik városunkba. A régi autócsodák a tervek szerint valamikor 15 óra környékén foglalják el a Magyar utcát.